Látod? Már a miért is? Lányok, figyelem, várt titeket az MTE pálya és a foci. A labdarúgó klub ugyanis toborzót hirdet a Szebbik nem képviselőinek. Az egyesület már korábban is tervezte lánycsapatok indítását, ám a jövő szezontól érvénybe lépő szabályok ezt már kötelezővé is teszik. Ez elsősorban az idősebb korosztályokat érinti, tehát ugye ez az U15 és U18-as korosztályban kötelező jelleggel bízunk, remélhetőleg egy MB2-es csapat után kell indítanunk lánycsapatokat. Ezzel egy időben szeretnénk felmenő rendszerben a kicsik között is bevezetni ezt, és egészen a legfiatalabbaktól várjuk a lányok jelentkezését. Az utánpótlás csapatokban jelenleg csak néhány lány húzott stoplis cipőt, akik a fiúkkal együtt edzenek és játszanak. Tamás Nadin bár nem fél attól, hogy esetleg a fiúk durvák lennének vele, nagyon vágyik egy csak lányokból álló csapatra. Nagyon jó lenne az is nekem. Azért is, mert ugye a lányok azok ugyanolyanok, mint én, de a fiúk azok picit olyanok, mint a fiúk. Moson-Magyaróváron teljesen új dolog lenne a lányfoci, így még az edzők is csak ismerkednek ezzel a különleges szituációval, ám reménykednek benne, hogy nagyon sokan érkeznek majd a hétfői toborzóra. Minél több, lehetőleg a legtöbb. Hát ugye az U18-as csapat az nagy pályás lesz, ami önmagában már érdekes. Az U15-ös az egy szűkített pályán, tehát az egy kisebb létszám szükségeltetik, tehát oda 8 fő már elegendő, de nyilván szeretnénk, ha ez minimum a kétszerese lenne mindkét korosztályban. Tehát azért az U18-ban egy 15-16 fős magot, illetve az U15-ben egy mondjuk 13-14 fős minimum létszámot szeretnénk kialakítani, illetve, hogy említettem, a kicsik között felmenő rendszerben, úgy, ahogy a fiúk bozsiktornákon vesznek részt, úgy terveink között szerepel, hogy a lányokat is indítunk bozsiktornákon. Május 9-én hétfőn 17 órára várják tehát a lányokat az MTE pályára.